Minden egyes ilyen megálló az egészen izgalmas. Képzeljétek el, 5 perccel ezelőtt voltunk az oroszlánok mellett, 20 perccel ezelőtt a gepárdok mellett, és szerintem nem vagyunk 1 kilométerre összesen. És hát ahogy most sétálgattam, ilyeneket látni nagyjából mindenhol, amiket a hiénák szednek szét. Úgyhogy itt most körülöttem látok, hogy 3 ilyet, gondoltam egy ilyet megmutatok. Csontvázakkal van tele a szavanna. Csodálatos pikniket kaptunk a sofőröktől, passion fruittal mindennel, ami sajnos az autónak lekerült az első kereke. Oh, it was a rock inside? Just a small rock? And that's it? Now it's good? Amazing, okay. Szóval csak egy kis kavics bement elvileg a féktárcsába. Én azt néztem a féket. Igen, azt hittük, hogy fékcsere, mert azért tegnap meg volt terhelve rendesen, de ezek szerint valahogy egy kavics belekeveredett. Úgyhogy leszették a kereket, amíg mi itt jó ízűen falatozunk. Visszarakják és mehetünk tovább. Fú, de hihetetlen, hogy mindenhez értelek. Először látjuk világosban és melegben a sátrunkat, ugyanis a szafariról hazaértünk, most délután 4 óra körül van, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek is, hogy hogy néz ki a történet. Fel van húzva most az összes sötétítő, csodálatos, óriási ágy van, és bőröntartó, íróasztal, fotelek, febek, és nézzétek! Igen, ne nézzétek a bőröndöket. Itt kis fürdőszoba, zuhanyzó, ugye mindenütt felettünk sátor, ott egy mosdó, és a kilátás pedig, hát azt hiszem, hogy ez magáért beszél, és ott folyik a folyó, ahol éjszakára tel is tele van vízilovakkal, úgyhogy onnantól kezdve, hogy lemegy a nap, folyamatos víziló hörgés hallatszik. A Ballun Safari után vettünk egy pendrive-ot a pilótától, amin GoPro-s felvételek voltak, képek, videók a hőlégballonozásról, és volt benne egy mappa, amiben afrikai zeneszámok, valamint az oroszlán királynak a zenéi vannak benne, és hát én nagyon-nagy oroszlán király fan vagyok, kicsi gyerekként szerintem 100-szor láttam, és mindig sírtam, amikor Mufasa meghalt, és most meghallgattunk egy zenét, itt fekszik az én szerelmem is az ölemben, meghallgattunk egy zenét, és annyira különleges érzések kavarognak bennem, annyira hálás vagyok az életünkért, annyira megéltem a pillanatot, már ezért megérte megvenni, már ezért megértem idejönni, ezért megértem minden, hogy olyan szinten emlékeztetett arra, hogy éljek a pillanatban, hogy lássam meg azokat a csodákat, amiket megélünk, hogy,
hogy ne rohanjunk, ne minden csak arról szóljon, hogy videó, képek, stb. Ez az 5 perc, amit ez a zene adott, ez az energia, ez a minden, ez valami csodálatos volt. Hihetetlen. A szobát láthattátok, azt hiszem, hogy magáért beszél. Gyertek és körbevezetlek titeket a hotel többi részén. Igen. Idefelé nagyobb volt a motiváció. Jó volt a séti? Üzenj valamit, Seb. Mondd azt, hogy wow. Szeretlek, Bence! És Papi! Elérkeztünk az utolsó naphoz, egy számomra nagyon kedves programra megyek, egy maszáj falut fogok megnézni, ahol az őslakosok laknak, és a helyi szokásaikat, kultúrájukat, és mindent megismerhetek, ahogyan ők élnek. Egy bazi nagy zsák, ilyen mindenféle cuccot hozok nekik. Hey, how are you? Good morning. No, the car is nice, it's clean. Yeah. Hi. Yeah. Hi. After our little adventure, it was really nice. Yeah, nice. All right. So, hi! Hi. Képzeljétek el, hogy ő vezetett be a helyi kultúrába, elképesztően sok érdekességet mondott. 6 families él idebent, 6 család összesen, 229-en laknak itt, és elmagyarázta, hogy hogyan válik valaki Maasai warriors-é, tehát Maasai harcossá, ők itt a legfelső rang, amit elérhetnek, úgymond. Nagyon-nagyon érdekes. Ami még elképesztő volt, hogy azt mondta, hogy egy dolgot nem kérdezhetünk meg tőlük, azt, hogy mennyi tehenük van, mert az, hogy mennyi tehenük van, az jelenti azt, hogy mennyi pénzük van, amit azért nem illik megkérdezni. És még egy érdekesség, a férfiaknak akármennyi feleségük lehet,
De az a kikötés, hogy több tehenednek kell lenni, mint feleségednek. Az első feleséget azt a szülők választják meg, a második feleséget pedig az első feleség hagyhatja jóvá, és így tovább. Tehát egy maszáj férfinek soha nincsen joga, döntése arról, hogy ki legyen az ő felesége. Képzeljétek el, a maszájoknak a 75%-a nem írástudó, és egy saját nyelvet beszélnek, nem beszélnek angolul, nem beszélnek szvahiliul, csak a saját nyelvüket, és azt is megtudtam, hogy az iskolák legnagyobb problémája az az, közben már jönnek ide, és hamarosan táncolni fognak, tehát az iskolák legnagyobb kihívása az, hogy nagyon messze vannak, 15 kilométerre van a legközelebb, és oda gyalog kell nekik elmenniük a gyerekeknek, ezért a legtöbben a múltban nem jártak iskolába. Viszont kitaláltak egy nagyon jó dolgot, a bevételnek, amit akár a turistákból, a látogatókból szereznek, 75%-át azt félretették egy iskola megépítésére, és ott van mögöttem egy iskola, amit építettek, így van egy community schooljuk. Gyerekek, volt ebben a táncban valami egészen mágikus energiájú. Nem tudom elmondani, amikor beálltam közéjük, amikor mentünk körbe, az, ahogy együtt kiáltottak, együtt adták ezeket a rezgéseket, az nagyon különleges volt. Amit szintén elmondtak, hogy ezekben a házakban 10 évet élnek, és 10 év után átköltöznek máshova, ugyanis a házak nem bírják tovább, és máshol kezdenek el építkezni. Itt lakik 229 ember, 6 család. Megnézem, hogy miket árulnak itt, és ennek a, amit itt elköltök, annak a 75%-a az iskolába fog belemenni. És az érdekesség az, hogy ugye nem beszélnek angolul nagy részük, úgyhogy van egy emberem, aki körbevezet majd, ő fogja megmutatni, hogy mik vannak. És ami még érdekesség, azt mondták, hogy lehet fizetni shillingben, euróban, dollárban, cowban, shipben, tehát tehénnel is, kecskével is fizethetek, de sajnos bankkártyát nem fogadnak el. You have some, yeah? Szóval ezeket sikerült megvenni. Igazából tetszenek is ezek a cuccok, de nem is azért vettem meg, mert mindenképp szükségem lett volna rá, mert már egy csomó ilyet vettünk, de az annyira szimpi volt. Szerintem igazat mondtak, hogy 75% az a schoolba megy, a gyerekekbe megy, úgyhogy igazából így összesen egy kicsit többet is hagytam itt, mint szoktam. Én nagy alkudozó vagyok, itt egy kicsit bővebb lére engedtem az árakat. Úgyhogy összesen egy ilyen 20-30 ezer forintot hagytam itt ezekért. Sziasztok! Ez az utolsó este, és holnap érkeztek, úgyhogy nagyon várunk titeket.
Ajsz is nagyon vár. Nézzétek! Megmutatom wow. Sádit, mert persze ő van itt nálam. Hello! Sziasztok! Tizedik nap. Tamás Family bejelentkezik a Halmi Family-nek a két kölyökkel. Hát ez a 10 nap eléggé elrepült, de szerintem a kutyik már tökre hozzánk szoktak, meg mi is hozzájuk. Így a reggeli két sétám abszolút rutinná vált. Hát a ház sem szenvedett akkora károkat, mint vártam, mi is igazából életben vagyunk, ami meglepő dolog 10 nap után. Keresztülői kötelességünknek eleget tettünk, így várunk titeket haza. Sziasztok! Hello! Óriási élményekkel gazdagodva, kicsit fájó szívvel, de elhagyjuk, Neptun marad. Bye bye, thank you for everything, bye. Meg is érkeztünk haza, nem is akármilyen haza, ugyanis egy napot töltöttünk el otthon, és most már úton vagyunk Horvátországban Regivel és Áronnal, ugye a keresztülőkkel. Elképesztően jól végezték feladatukat, én elvittem Shelbyt és Maját sétálni. Csodálatos láb melletti sétát kaptam, úgyhogy nagyon jók voltatok, egy pacsit, pacsi jöhet ide, köszönjük. Hazafelé nem videóztunk egyáltalán, mert annyira fáradtak voltunk, a szállodából a reptérre 6-6 és fél óra volt autóval az út. Át is értünk Horvátországba, és arra gondoltam kicsim, hogy meséljük el, hogy mi volt a te és az én kedvenc momentumod az egész utazásból. Tudod a tiedet? Igen. Na és mi volt az? Mondottam. A safarinak a második napja, amikor tele voltunk oh my god élményekkel, és a nap végén a szobában feküdtünk, és meghallgattuk az Oroszlán Királynak a zenéjét, néztünk kifelé a sátorból, és az valami olyan hihetetlen energiát adott, olyan érzéseket adott, olyan hálát adott, ami nekem az egésznek a szenzációja volt. Nyilván ez egy konkrét pillanat, ami az előző történések hatására következett be, de egyszerűen az ott olyan csodálatos volt, és képzeljétek el, hogy hazaértünk, és azóta én ilyen felidegesíthetetlen vagyok. Olyan büszke vagyok magamra, hogy engem nem lehet kizökkenteni. Én hazahoztam ott a szavannának a nyugalmát, és imádom, úgyhogy rengetegszer hallgatom a zenét, rengetegszer emlékeztetem magamat, és ez az, ami a legtöbbet adott neked, kicsim. Szóval ez a pillanat nekem is örökre meghatározó, leginkább azért, ahogy láttalak téged, hogy átéreztem azokat az érzéseket, amik benned vannak, olyan varázslatos volt, és olyan egységélmény volt, ahogy néztelek, hogy benned mi zajlik. Szóval ez az nekem is top-top volt.
Nekem az első reggel, mert ugye este érkeztünk oda, nem láttuk még azt, hogy hol vagyunk pontosan, mert tök sötét volt. És reggel, mikor kimentünk a sátorból, és körbenéztünk, hogy oh my god, mi van itt, akkor a reggeli után engem ott is hagytál, ott a folyóparton a vízilovakkal, mert úgy egyedül létre volt szükségünk mind a kettőnknek szerintem így megélni egy kicsit. Bence elment a sátorba meditálni, én meg ott ültem a folyóparton, és kitört belőlem egy ilyen óriási nagy zokogás, egy nagy hála, hogy ezt így, ilyen formán, így ahogy az egész ott volt, hogy ezt megélhettem, és csak annyit csodtattam magamban, hogy itt vagyok, Isten. Szóval én, nekem az ott egy nagyon-nagyon nagy flash volt, és azt meg is osztottam a szüleimmel, meg a mentorommal, megköszöntem nekik. Úgyhogy az volt az egyik kedvencem. Egy szó mint száz. Azt hiszem, hogy abban megállapodhatunk, hogy imádtuk Kenyát, imádtuk Afrikát, hazahoztuk azt a nyugalmat, amit a természet árasztott. Örülünk, hogy itt voltatok velünk, és néztétek a kenyai részeket. Hamarosan érkezünk, tervben van egy Sri Lankai utazás, reméljük, hogy megvalósul. Aztán családdal megyünk vissza a Maldív-szigetekre, ezekről az exkluzív helyekről természetesen érkezünk vloggal, és itthonról is tervezek, vagyis otthonról is tervezek csinálni részeket, kutyaneveléssel kapcsolatban, akár párkapcsolatról is beszélhetünk, kihívások, nem tudom, régen csináltunk ilyen szivatós, viccelődős videókat, én értem őket, te kevésbé. Ja, igen, te kevésbé érted őket, de akár ilyen is jöhet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti miket látnátok tőlünk szívesen, úgyhogy írjátok meg kommentben, és hamarosan folytatódik. Köszi, hogy itt voltatok. Ja, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok.